Azt gondolom, hogy nagy élmény a látogatás, a beszélő, legyen az online formában történő, vagy személyes. De akkor, amikor hozzátartozó azt látja, hogy a tőle büntetésképpen kiszabott fogvatartott, aki az elzárását tölti, nem csak személyes találkozás, hanem egy előadás is történik, akkor azt gondolom, hogy ez valóban több, mint egy élmény. Büszke a fogvatartott arra, hogy amit itt a falakon belül végzett, legyen az munkáltatás, oktatás során, és itt, amit láthatunk szabad idejében, képzőművészeti szakkör során, drámapedagógiai tevékenység során, ezt elő tudja adni, akkor azt gondolom, hogy ez mindannyiunk számára építő jellegű. Ugye a reintegrációs programok hozzásegítik és elősegítik a fogvatartottak szabadulása után a társadalomból való beilleszkedését. A hely, ahol vagyunk, az a Pálhalmai Országos Büntetés Végrehajtási Intézetnek a parancsnoki épülete, pontosabban a hátam mögött van a parancsnoki épület, és az apropó, ami miatt itt vagyunk, az a 10 parancsolatot magába foglaló börtönszínházi előadás sorozatnak, ha jól számolom, ez a negyedik állomása, ahol a 6. parancsolatnak a ne paráználkodj parancsolatnak a drámai feldolgozását fogjuk majd látni. Ez egy nehéz parancsolat. Abból a szempontból, hogy a ne paráználkodj, az tulajdonképpen egy házasságvédelmi parancsolat. Pontosabban a fordítása az úgy szól, hogy nem fogsz házasságot törni. És itt, ha lehet azt mondani, feladatként kapták ők azt, hogy szembenézzenek önmagukkal, szembenézzenek a gyengeségeikkel, a sérüléseikkel, azzal, hogy hogyan bántották őket, és hogy ők hogyan bántottak másokat. A híre a szomszédos vested az alatt már mi látom, szóval ne hazudj. De hogy csak a gyerekeket nézted, de tényleg. Na persze, már megint hazudsz, már nem. Ami nehéz volt, hogy ezek az asszonyok ugye a saját élettörténeteiket hozták be. Először egy darabban gondolkodtunk, aztán mivel olyan összetett a csapat, és annyi keserves és megrázó élettörténet van, úgy döntöttünk, hogy minél többet szeretnénk bemutatni. Így azok a fogvatartottak, akik hasonló bántásokat cipelnek, azok összeálltak, és azok dolgoztak ki egy-egy rövid történetet, ez került később megszövegezésre, jelenetté formálásra. Van egy fogvatartottunk, aki összefogta azokat a szövegkezdeményeket, verskezdeményeket, gondolatokat, amit a többi darabban résztvevő fogvatartott megfogalmazott, és ezek lettek egy versé összeformálva, és így lettek megkomponálva hozzá a zenei részek is. Az első dal, amit megírtam, tehát az már rögtön a felkérés napján megíródott, ami először el fog hangzani a Ki vagyok én című dal. Az volt a legelső. Utána a jelenetek közötti verszakokkal már könnyebb helyzetem volt, ami a mi színdarabunkban legkésőbb elkészült, az a legutolsó dal, mert az több részből állt. Én nagyon kritikus vagyok magammal, és voltam is rettenetesen, főleg, hogyha saját magam alkotok valamit, és a lányoktól az a rengeteg pozitív visszajelzés, amiket a dalok okoztak, meg a szövegek, nekem az egy hatalmas nagy önbizalmat adott. Nagyon élveztem a dalokat, azt, hogy a lányok hogyan bújnak bele egy-egy szerepbe, tehát ezt így végignézni, ki hogy alakul át, tehát ez nagyon-nagyon jó volt. A felkészülés nagyon jó volt, ez a fél év, ez kiszabadított minket egy kicsit abból, ami szabadságban nincs részünk, úgyhogy intenzív volt. Nagyon sokat próbáltunk, biztosították nekünk, hogy annyit próbáljunk, amennyit csak tudunk, úgyhogy nagyon jó volt. Orvos, rendelője van, és nekem mi van? Nekem mi marad?
Nagyon megtisztelő volt számomra a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnokságának és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsnak a felkérése fél évvel ezelőtt, és azonnal megéreztem a feladat súlyát és a felelősségét, hiszen a 10 parancsolatot feldolgozni, azt önállóan szövegbe önteni, illetve zenében nyilván nagyon-nagyon megtisztelő, de azért rengeteg kérdés is felvet az emberben, viszont éreztem a benne rejlő áldásokat és lehetőséget is, és ettől a projekttől is sokkal többet kaptam, mint amire számítottam. Én azt gondolom, hogy áldás van rajta. Igenis, annyira megnyitotta a fogvatartottaknak a szívét. Olyan bizalmi hidak épültek, olyan lélekhidak önmaguk és egymás felé is, amely hiszem, hogy egy jobb és egy tartalmas élet irányába tereli majd őket, és a reintegráció, a visszailleszkedéshez talán egy olyan kaput is nyit, amelyhez ezek a színdarabok lettek a kulcsok.